Településfásítási programot indított az Agrárminisztérium, amelynek keretében minden 10 000 fő alatti település pályázhatott, így országszerte 500 településen ültetnek fákat. Az országfásítási program részeként meghirdetett projektben településenként 10-30 darab fát lehetett igényelni. A fásításra mintegy 50 millió forintos keretösszeget határoztak meg, amely 12 000 sorfa beszerzését takarja. Ehhez a programhoz csatlakozott Mályi település is, akik 30 darab ezüstházfát ültettek el november 9-én hétfőn, ahová meghívták a 2020-as évben született gyermekeket és szüleiket, hiszen a település testülete számukra ajánlotta fel az új növényeket. Az Agrárminisztérium 1,5 milliárd forint értékben meghirdetett egy pályázatot országfásítás címen. 120 település nyert a pályázaton, közte van Máj is, és 30 darab ezüst hásfát nyertünk, és el kellett döntenünk, hogy milyen program keretén belül fogjuk ezeket a fákat elültetni. Próbáltunk valami ünnephez, vagy valami nagyobb nemzeti ünnephez kötni a fásítást, de voltunk olyan szerencsés esetben, hogy 30 darab fát kaptunk, és az idén 28 gyermek született Máiba. A két fát pedig, az egyiket felajánlottuk Tálai államtitkár úrnak, másikat pedig az önkormányzat fogja a gondozásába venni. Nagyon örülök, hogy ez a program megvalósult, és hogy ezt a lehetőséget választottuk, hiszen nagyon szép őszi időt fogtunk ki a fásításra, és a 28 családból többségbe megjelentek a kicsik, a legifjabbak egy hónaposok voltak, és az anyukákkal egy egészségügyi, anyukákkal, apukákkal, családdal egy egészségügyi sétát tettünk. Közben átadtuk a fákat, mindegyik fa névre szóló volt, mindegyik fához csináltattunk egy kis táblácskát, ami rajta van az újszülöttnek a neve, és reméljük, hogy a későbbiek folyamán új kapcsolatok, új szerelem fog szövődni ezek alatt a fák alatt, hiszen ezek a gyerekek majd együtt fognak járni bölcsődébe és óvodába is, és hát valószínűleg, hogy az egész életútjukat fogja követni ez a fácska, hiszen ezek azért elég hosszú élettartalmúak. Azért telepítettük erre a részre, mert ez a 30 darab fa pontosan ide illett erre az útszakaszra, illetve szerettük volna, hogy Máiba látogató vendégek, helyiek egy árnyékos úton közelíthessék meg a strandot, hiszen ez általában olyan meleg kánikulába használják, amikor bizony jól esik egy kis árnyék. Az országfásítás keretében a Mályi Közösségi Ház és Könyvtár is csatlakozott egy kis kedvességgel a programhoz. A könyvtár dolgozói ezt a kis fát készítették a gyermekeknek, amellyel szeretnénk emlékeztetni őket, hogy van egy fájuk Máiban, amelyet ők gondoznak, és emellett egy kis üdítővel, egy kis csokoládéval vártuk őket. Csatlakozott hozzánk a Nemzeti Művelődési Intézet pár munkatársa is. Ők a helytörténeti kiállítással kapcsolatban és az ő kiállításukkal kapcsolatban egy pár kérdéssel készültek, amelyet pici ajándékokkal viszonoztak. Sikerült a közösséget is építeni, hiszen a mostani szülők között vannak olyanok is, akik most vettek először részt még falu közösségi rendezvényen, illetve nagyon sokan most költöztek ide, és nagyon nagy öröm az, hogy ez a település nem elhaló település, hanem egy fejlődő település. Nagyon sokan keresik a lehetőséget, hogy Máiba költözzenek. Hát most már elmondható, hogy öröm is, meg üröm is, hogy se telek, se ház nem kapható Máiba. Ez a nagy demográfiai hullám, amit már jó párszoron is említettem, ez ténylegesen Máj esetében bekövetkezett jellemzőre, és édes teher, hogy újabb óvodát kell építenünk, hogy elhelyezzük a ifjú generációkat, de azt gondolom, hogy ez is egy közösségi program volt, ami megtettük az első lépést, hogy egy újabb generáció, újabb közösségét össze tudjuk hozni. Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien részt vettünk, és ilyen jó időt fogtunk ki ennek a programnak a megvalósítására.